A legtehetségesebb szépkorúakat díjazták a Malom utcai táncházban. Az idei Fejérvár megyei nyugdíjasok Ki mit tud versenyének legjobbjait a vasárnap megrendezett díjátadóval egybekötött gálán újra megtekinthették az érdeklődők. A szakmai zsűri döntése alapján az előadó művészeti kategóriában a 40 produkcióból 13-an léphettek fel még egyszer, és közülük kerültek ki az idei különdíjasok. Nagyon sok éves hagyománya, sok 10 éves hagyományra tekintett vissza, de újonnan az elmúlt évben hoztuk vissza a Senior Ki mit tudott, amit idén is megrendeztünk. Ebben az évben is két kategóriába vártuk az idősebbeket. A képzőművészeti kategóriában, amiből egy kiállítást látható a fürdősoron, ennek ez lett az eredménye egy zsűriztetés után, a másik pedig az előadó művészeti kategória, aminek a díjátadója és a kis gálája itt van a táncházban. Ezúttal 4 külön díjat ítéltek oda a színpadi produkciók legjobbjainak. Nagy Éva, Ármai Erika és Klein Kati lopta be leginkább magát a háromtagú zsűri szívébe. A Rotary Klub külön díját és így az 50 000 forintot, melyet a klub elnöke Lengyel Kornél adott át, az Ercsi Ötvös József nyugdíjas klub vihette haza. A csoport számos produkcióval érkezett az idei Senior Ki mit tudra, így hát lelkes aktivitásuknak köszönhetően ők lettek az idei év abszolút győztesei. Ez a Senior Ki mit tud a városnak, mint önkormányzatnak azért is fontos, mert hála Isten ez a generáció, ez a nyugdíjas generáció a Covid után kezd azért életre térni, és hogyha ilyen rendezvényeket tudunk biztosítani nekik, ahol megmutathatják magukat, akkor még szívesebben jönnek vissza a klubokba is. A Fejérvár megyei nyugdíjasok Ki mit tud versenyének képző, ipar és népművészeti kategóriájának legjobb alkotásaiból készült kiállítást november 6-áig lehet megtekinteni az SKKK fürdősori központjában.